hetekre összezárt családok. A megszokottól eltérő plusz feladatok és stressz helyzetek sokakat ért számos új megpróbáltatás a karantén időszakban. Főleg azokon a helyeken, ahol egyébként is problémák vannak, vagy jellemző a családon vagy párkapcsolaton belüli erőszak. Mivel minden emberi kapcsolat hordoz magában kisebb-nagyobb konfliktusokat, ezeket folyamatosan kezelni kell, hiszen egy nagyobb terhelésnél, akár munkahelyi túlterheltség vagy stressz miatt is az ellentétek könnyebben felszínre kerülnek és megpróbáltatásokat jelentenek. Az elmúlt hetekben kétféle párkapcsolati problémával találkozott az általunk megkérdezett szakember. Az egyik az, ami az összezártságból adódik, a másik meg a távollétből. Azért, mert vannak olyan párok, akik még nem tudnak hónapszámra, meg két hónapszámra, ugye nem tudtak találkozni egymással, mert el voltak zárva egymástól. Nem úgy van ez, hogy most össze voltunk zárva, és akkor most már nem bírjuk ezt tovább, hanem az egyébként is meglévő problémákkal jönnek a párok, és hát amúgy is régebben is voltak gondok, és akkor ez most már olyan, hogy már most el kell jönni, mert nem tudják kezelni. A problémák megoldását több módszer is szolgálja. Még a párterápia a kapcsolat megjavítását célozza, és mindkét fél elkötelezett ennek érdekében. A mediáció olyan párok segítését jelenti, ahol már nincs esély a pár együttmaradására, de meg kell oldani egy problémát, mint például a közös gyermek elhelyezése. Ez lehet válás előtt vagy után is, de ebben az esetben már nem beszélünk kötődésről, közös jövőről, csak érdekérvényesítésről. Amíg azonban együtt van a pár, nagy jelentősége van annak, mennyire szoros a kapcsolat, és mennyi én idő jut a feleknek. Az emberek különböznek a tekintetben, hogy mennyire szoros együttlétben érzik jól magukat. És akkor ugye ezt a hétköznapokban menedzselni kell, és nagyon gyakran igénye az egy jó párkapcsolatnak, hogy azért valamennyire külön töltsenek, mikor regenerálódnak a sérülések, és hogyha egy ilyen karanténos időszak van, akkor ezt nem tudja a pár már olyan szépen egyensúlyban tartani, hiszen össze vannak zárva, és akkor így azt halmozódnak a konfliktusok. Noha az általunk megkérdezett bíróságon egyelőre nem látszik a vállóperek számának emelkedése, a szakértők szerint a koronavírus járvány rengeteg szakítást és válást hoz majd. Ezeknél azonban nagy lehet a látencia, vagyis sok most keletkezett probléma csak hónapok, évek múlva kerülhet felszínre. A család és párterapeutáknak minden esetre már világszerte most több munkát adnak az elmúlt időszak hatásai. Azt is meg kell ugyanakkor említeni, hogy a mögöttünk álló hónapok a párok összekovácsolódására is lehetőséget adtak.